hiszen sikerült azt megoldani, hogy minden olyan pályázat, amit ebben elnyertek, és nem olyan számos azért, 30-40 pályázatról van szó ebben a két térségben, ahol meg lehetett valósítani, de apró pénzzel is egy nagy dolgot lehet, hogy mit lehet itt fejleszteni, és nem kérdés tovább, hogy hogy kell egy pályázat elbírálni utána. Ugye az a nehéz, hogy ezt vissza kell adni papíron, és hallható is volt, hogy eléggé nehéz körülírni. Én azt gondolom, hogy a magyar államnak, és nekünk is az intézetünknek is, aki a Földművelési Minisztérium háttér intézménye, és Rénémet Zsolt államtitkár úr irányítása alá tartozik, a legfontosabb feladata az, hogy ilyen jellegű projekteket támogasson.